Kezdhetjük? Akadálypályán versengtek, célba lőttek, kézigránátot dobtak, katonai tesztlapokat töltöttek ki a fiatalok azon a megmérettetésen, amelyet immár második alkalommal szervezett meg a Magyar Honvédség második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred, 10. Majtényi Károly területvédelmi zászlóai. Együttműködve a Magyar Tartalékosok Szövetsége Kazincbarcikai Alapszervezetével. Az erőpróbára több iskolából is érkeztek résztvevők, köztük Miskolcról is. Nagyon jó, és izgalmas az egész verseny. Nagyon jól van összeállítva. Az emberek nagyon kellemesek, a környezet is nagyon szép. A legérdekesebb színfoltot a hagyományőrző ejtőernyősök jelentették, akiket a köznyelv kommandósokként ismer. Szóval elsikerült a két ejtőernyőzsinór, és avval tudod az ejtőernyőt mérsékelten irányítani. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a honvédség fontosságára és szerepére, valamint hogy segítse azokat, akik affinitást éreznek a honvédség iránt. Én majd szeretnék a későbbiekben katonán lenni, és engem igazából az vonz, meg szerintem sokakat másokat is, hogy olyan lehetőségek vannak, amiket egy átlagember nem próbált ki a életében. A civilek számára is készültek programokkal. Volt, aki az íjászat alapjaival ismerkedett. Mondom a lényeget, figyelj! Itt ráfogsz az íjra, szépen rendesen. Itt pedig csak 3 új perceddel így fogod meg. Az idei rendezvényt még nagyobb szabásúra tervezték a szervezők. Mind a létszámot, mind a feladatok sokszínűségét, mind a haditechnika megjelenítését tekintve. Megpróbáltuk a magyar hadtörténelmet a honfoglalás korától napjainkig, tehát úgymond a high-tech hadseregig bemutatni, és akkor a honfoglalás korától a középkoron keresztül páncélos lovagok, és aztán kuruckor, 48-as szabadságharc, ugye most jubileuma van, 175 éves a Magyar Honvédség, amit onnan számítunk ezen a néven, illetve az első világháború, aztán a kicsit megelőző kor, ami ezelőtt volt, például ez a páncéltörő ágyú is azt a korszakot képviseli, és akkor a legmodernebb korig eljutva. A végső helyezéseket a különböző állomásokon elért összpontszám határozta meg. A csapatok a kezdők és a haladók kategóriájában indultak. Emellett külön díjakat is kiosztottak, például a kutyás vagy a legbajtársiasabb, a legösszetartóbb csapatnak is.